Beindult az őszi munka az önkormányzatokban is, így elkezdődött az évszak első képviselőtestületi ülését előkészítő bizottsági üléssorozat. A sort Sátoraljaújhely város önkormányzat képviselőtestületének nevelési, ifjúsági, civil sportügyi és közművelődési bizottsága nyitotta. Három nyílt napirendi pontunk volt és két zárt napirendi pont. Az első napirendi pont a tankerületi beszámoló volt, az iskolákról, különösen a Sátoraljaújhelyi iskolákról szólt. A másodikban a Kossuth Lajos Művelődési Központ tavalyi teljesítése és a mostani 2022-es munkatervének elfogadása volt. A harmadik napi rendi pont pedig együttműködés a Tokaj Hegyalja Egyetemmel. A Városüzemeltetési Bizottság is tárgyal több napi rendi pontot, köztük a közvilágítási tevékenység végzéséről szóló beszámolót. Elsősorban a Spiel Hungária Kft. Beszámolóját fogadtuk el, köztudott, hogy ugye Sátoraljaújhelyen ők végzik a közvilágítási tevékenységgel összefüggő mindenféle fajta munkát, és ennek a munkának az éves beszámolója, mint állandó visszatérő program a bizottság munkájában. Egyhangulag elfogadtuk az itt levő vendégek által beterjesztett beszámolót. A második egy nagyon fontos rendeletünk a módosítása volt, amely tudnivaló, hogy a jegyző úr által végtekinti az osztály, illetve a hivatal az összes rendeletünket, és megnézzük, hogy melyek azok, amelyek már esetleg elavultak, vagy felújításra szorulnak, vagy éppen hagyjuk úgy, mert teljesen rendben vannak, és ennek a munkának az egyik állomása volt, hogy a közterületfoglalási engedéllyel kapcsolatos rendeletünket módosítottuk, modernizáltuk, főleg akinek a közterületengedéllyel kapcsolatosan igénye és kérelme van. A negyedik és a harmadik napirendi pontunk pedig egy egyedi kérés volt. Esetleg sokan tapasztalnak, hogy nagyobb teherautók mégis behajtanak a város területére. Ezek kimondottan csak azok a teherautók lehetnek, amelyek T, vagyis autós iskola jelzésével, és ezt nagyon helyesen kérelmezte az autós iskola tulajdonosa, jogkövető, szabálykövető magatartással, hogy erre az oktatási célra megkaphassa az engedélyt, mert egyébként ő sem hajthatna be azokon az utcákon, ahol a tábla jelzi. A hét folyamán a képviselőtestület minden bizottsága tárgyalja a díszpolgári címre és a Pro Urbe díjra előterjesztettek személyét, mely kitüntetéseket hagyományosan október 23-án fognak átadni.